Elkezdődhet a 3-as metró középső szakaszának felújítása, miután a BKV ZRT aláírta az erre vonatkozó megállapodást. Erről számolt be pár napja a közlekedési vállalat. A megállók felújítása nettó 91 milliárd forintba kerül majd, és 2022 végére kell befejezni a munkálatokat. A vonalszakasz felújítása viszont már azelőtt elkezdődik, hogy a déli szakaszt átadnák. A tervek szerint jövő márciusban kezdődik a rekonstrukció, az Arany János utcában, valamint a Ferenciek terén, 3 hónappal később pedig a Korvin negyednél és a klinikáknál. A felújítás alatt ezeknél a megállóknál a szerelvények nem állnak meg. A teljes metróvonal megújítása a tervek szerint 2022 végére fejeződik be. Tehát a stúdióban Bíró Endre, a Metroért Egyesület elnöke vendégem. Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen, elnök úr, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ez a középső szakasz hány megállót érint? Ez 9 megálló, mert 3 szakaszra bontották a felújítást. Ez a tulajdonképpen a legnehezebb szakasz, a legrégebbi szakasz, mélyvezetésű, ezáltal a legnagyobb beruházásigényű, legkomplikáltabb műszaki feladatokat itt kell megoldani, és tulajdonképpen a leghosszabb szakasz. Azt elmagyarázhat az utazóközönségnek, hogy miért ez a legnehezebb szakasz, a legkomplikáltabb szakasz? Ez a mélyvezetésből adódik. A mélyvezetés mit jelent, hogy a legmélyebben van a föld felszínétől? Így van, ez átlagosan ilyen 20-30 méter mélységben van a föld felszínétől. Ugye itt mozgó lépcsőkről kell minden állomásban beszélni, a szellőző rendszernek a kiépítése sokkal nehezebb, a tűzvédelmi berendezéseknek a kiépítése megint csak egy elég komplikált feladat, és ezen kívül, és ezt tényleg örömmel mondom, döntés született, hogy az akadálymentesítés is megvalósul. Hát az meg végképp nem egy egyszerű dolog, pontosan azért, mert ennek a mélyvezetési szakasznak a közlekedésen, a mindennapi közlekedésünkön kívül van egy úgynevezett polgárvédelmi funkciója is. Soha ne kerüljön rá szükség, hogy ezt használatba kelljen venni. De ez gyakorlatban mit jelentene, ha az embernek mégis kellene használnia? Ez azt jelenti, hogy akár még egy korlátozottabb atomtámadás esetén is védelmet tud nyújtani az oda betelepített emberek számára. Na most úgy kell megoldani az akadálymentesítést, hogy ne sérüljön ez a zártsága ennek a polgárvédelmi rendszernek, és ez egyrészt egy elég bonyolult műszaki feladat, de ami ennél nagyobb baj, hogy sokba kerül. Sokba kerül, hát általában mint minden. Ha már ezt az anyagi vonalat említi, elnök úr, akkor ennek a középső szakasznak a teljes felújítási költsége az mennyi pénzt emészt fel? A középső szakasz az 90 milliárd, 91 milliárd forint, de ez csak az állomások. Mert a alagútnak a felújítására már korábban készült egy, vagy köttetett egy szerződés, és ugye az a teljes vonalra köttetett, hát nyilván, hogy abban benne van a középső szakasz is, tehát ez a 90-91 milliárd forint tartalék, valamennyi tartalék is van ebbe, ez csak és kizárólag az állomásoknak a felújítását foglalja. Azt fogja érzékelni az utazóközönség, hogy korszerűbb körülmények között jobb levegővel, jobb légelszívással, jobban dolgozó mozgó lépcsőkön fog majd utazni? Tehát mi az, amit mindenképpen ez... igen. Hát először is egy esztétikusabb környezetbe fog kerülni az utas, hiszen azért ez a középső szakasz, ez nagyrészt 1976 évvégén került átadásra, hát ugye tudjuk az idővasfogát, és itt azért a burkolatok meg fognak újulni, új ledes világítás lesz, egy korszerű szellőzés lesz, aminek a legfőbb funkciója tulajdonképpen egy biztonságtechnikai funkció, hogyha bekövetkezik egy havária, akkor 15 percen keresztül biztosítania kell az utasoknak a menthetőségét. Új mozgólépcsők is lesznek. A régi mozgólépcsőkkel sem volt probléma, tehát itt azért olyan, hogy mondjam, az utas számára olyan nagyon nagy előrelépés nem lesz. Viszont egy nagyon új dologgal fognak találkozni a kedves utasok, ha
engedélyezi a hatóság, mert ez még egyelőre engedélyeztetési szakaszban van, ezek az úgynevezett ferdeliftek. Az mit jelent? Ezek a ferdelifteket úgy képzelje el a kedves utas, hogy az egyik mozgó lépcső kar helyett egy ilyen hát a mozgó lépcső geometriáját követő ferdesíkbe egy lift fog működni. Ez természetesen elsősorban a babakocsisok, mozgáskorlátozott. Kerekesszékkel közlekedők. Igen, az ő számukra. Tehát, hogy könnyebben megközelíthető legyen a számukra. És ezzel ki tudtuk váltani, vagy ki tudták váltani a hagyományos lifteket, aminek a megvalósítása pont már, amiről beszéltünk a polgárvédelmi szempontok miatt is, iszonyatos pénzbe került volna. Elnök úr, nagy tapasztalattal bír ezen a területen. Ön hisz abban, hogy ez 2022-re befejeződik? Tulajdonképpen ez egy nagyon-nagyon jogos kérdés, és rengeteg kérdőjel van ebbe. Egyetlen egy dolog van, amiért hát... Aggódik? Nem, bizonytalan? Amiért reménykedem, hogy kész lesz, ez pedig az uniós finanszírozásnak van egy határideje. És ha én jól tudom, nem vagyok ebbe otthon, ilyen pénzügyi kérdésekbe, de ha jól tudom, 2023 után nem lehet már lehívni az uniós költségeket, úgyhogy ezért kell, hogy befejeződjön addig a felújítás, és ennek a következménye az, amit a bevezetőben is már szóba került, hogy sajnos a déli szakasz, ami jelenleg van felújítás alatt, még nem lesz kész, de már a középső szakaszokon is munkavégzés fog folyni, tehát állomások kerülnek majd lezárásra már jövő tavasszal, mert muszáj hozzákezdeni, hiszen pont amit ön föltett kérdést, valahogy mindenképpen be kell, ha úgy tetszik, szuszakolni, be kell fejezni, hogy az unió, hiszen ennek a beruházásnak a nagyobb része az uniós támogatás. Meg hát országgyűlési választások lesznek. Ez nem is jutott eszembe. Most jutott nekem csak eszembe, mint a dátumra. Még azt legyen olyan kedves elnök úr elmondani, nem biztos, hogy jól figyeltem a szavára, amikor beült ide a stúdióba, de azt mondta, hogy majd ez is úgy kezdődik el, hogy tulajdonképpen az északi szakasz, ami már elméletileg befejeződött, de egy picit mégsem fejeződött be, mármint az északi szakasznak a felújítása? Sajnos igen. Ott mi maradt el? Meg. Tulajdonképpen az utasforgalmat érintő rész az működik és készen van. Mi nem készült el? Ugyanakkor üzemi területeken, üzemi terekben még mindig folyik munka, még az elmúlt hetekben is teljes hétvégére le kellett állítani a 3-as metróvonalat, mert utómunkálatok, javítási munkák folytak, és hát tulajdonképpen az bizonyítja, hogy nem hazudok a kedves nézőknek, hogy egy ideglenes használatba vételi engedélyt kapott az északi szakasz. Sajnos korrektül el kell mondani, hogy nem abban a minőségben készültek el a dolgok, amit legalábbis mondjuk a Metroért Egyesület szeretett volna. De ez az utasbiztonságot semmilyen szinten nem befolyásolja? Nem, abszolút nem. Mármint az ideglenes engedély? Nem. Ezek inkább esztétikai kérdések. Áramellátás berendezésnél is kellett még barkácsolgatni. Barkácsolgatni, ez jó. Áramellátónál, igen. Szóval inkább akkor voltak ilyen lelazult világító testek, vízszigetelési kisebb problémák, de az utasbiztonságot érintő berendezések azok működnek. Hát ez nem komolytalan dolog az áram. Még annyit mondjon el nekünk, elnök úr, hogy a sajtóban volt egy olyan hír, hogyha elkezdődik a Lánchídnak a felújítása, és ugye a 3-as metró középső szakaszának a felújítása, akkor tulajdonképpen lebénulhat a város. Most tudom, hogy nem feltétlenül ez az ön szakterület, hogy komplexen ezt nézed, de ez egy esélyes forgatókönyv, vagy reális forgatókönyv? Szerkesztő úr, ma nem, nincs még Lánchíd felújítás, nincs semmi, alig értem ide be a stúdióba, mert leesett 2 centi hó. Hát most erre... Azt hiszem, válasz az ön kérdésére, hogy igen, várható egy sokkal nehezebb forgalmi helyzet. Tudja, mit mondott régen a földművelési miniszterünk, Tordjai József, Isten nyugasztalja, hogy a magyar mezőgazdaságnak 4 ellensége van, tél, tavasz, nyár, ősz. Tehát a budapestieket, meg az egész országot mindig meglepi, hogy télen esik a hó. Köszönöm, hogy itt volt. Nagyon köszönöm a megtisztelő meghívásukat.